Ugye továbbra is kéne nekem egy telefontartó, vagy valami. Jó reggelt, sziasztok! Kicsit halkabban beszélek, mert itt vannak a gyerekek is, és még alszanak ott. A Nord meg odafönt. Morning. Milyen nap van? Várjál. Augusztus 27-e van, hétfő. Megyünk ma ultrahangra. Ez a második ilyen nagyobb genetikai ultrahang. Nagyon rég láttuk már Patrikot, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyit nőtt azóta. Én közben a Milán itt nyomkodja a dolgokat. A Milán jön velünk, a Norbi itthon marad a testvéreivel. Aztán majd jövünk haza, és nem tudom, hogy mi lesz ma még, de az ultrahangra mindenféleképpen szeretnél titeket elvinni. Illetve azt beszéltük a Robival, hogy tök jó lenne elmenni együtt valahova ebédelni, mert hogy már nincs hentes, és az a helyzet, hogy főzni sincs kedve. Nagyon sok. Azt beszéltük, hogy lehet, hogy elmegyünk együtt enni, de ez majd még kiderül, hogy bederül. Mit akartam még mondani? Nem tudom. Már összeraktam magam, mert hogy nem sokára indulunk. Most van 8:30. Úgyhogy én már összekészültem. Igen, mostanában tök ügyi vagyok. Mármint így magamhoz képest. Mert van, hogy egy órával előbb kész vagyok, mint hogy el kéne indulni. Miki ügyes? Amióta rövid a hajam, azóta élhetőbb vagyok. Na, mit akartam még? Ja igen, szerintem most már akkor így szépen lassan beértem magam a vlogokkal kapcsolatban. Az utolsó vlog, ami felkerült, a nagyon sokat beszélős. Tudom, Niki mindegyikben sokat beszélsz. Nem, én arra gondolok, amiben Olaszországról mesélek. Szeretnék némi magyarázatot adni arra a vlogra. Miért? Mert szerintem így is nagyon sokan voltak, akik félreértették. Még nem tudom, mivel még nem került ki, most vágom. Ez egy ilyen, kicsit ilyen Olaszország utáni összefoglalós vlog lett volna. Viszont én ezt sokkal előbb szerettem volna kirakni. Ugye időrendben ez később lett felvéve, mint az ultrahangos például, vagy a Budapest parkos. És én ezt ezek elé szerettem volna, viszont sajnálom. Jó, mindegy, időzavar. A fejemben az volt igazándiból, hogy azokból az anyagokból, amit Olaszországra vettem össze. Mi van? Csücsök. Szóval, hogy a fejemben az volt, hogy amit Olaszországban vettem föl anyag, abból biztos, hogy nem fog kijönni egy egész videó. Ezért csináltam ezt, hogy így beszélek róla, és akkor közben bevágni mindenféle jeleneteket. Na most közben ugye összevágtam az olaszországi videót, és kiderült, hogy kijön belőle egy komplett videó, és egész jó, és vállalható kategória, bár mondjuk egyébként nem tudom, mennyire emlékeztek rá, Robi mondta a mostani kérdezfelelekben, hogy nem raktam volna ki, mert szerintem nincs meg az eleje, közepe, vége, és én ezt utálom. Na, Robi azt mondta, hogy már túl maximalista vagyok ezekkel kapcsolatban. Mindegy, inkább ilyen legyek, mint ez a jó lesz. Jó lesz, csak legyen valami, tudjátok. Ahó. Ott a baba. Úgyhogy így nem... Így értelmét vesztette ez a videó, viszont beszéltem benne olyan dolgokról, amit ugye az olaszországi nyaralás alatt nem mondtam el, mint például, hogy ugye elmentünk egy bezárt kastélyt meglátogatni, meg egyébként is jó volt egy ilyen kis összefoglaló, viszont most egy kicsit ugye így összecsúszott ez a történet, mert ugye Olaszország és e között a videó között van két vlog még, de ugye augusztusban, tehát ebben a hónapban vettem fel, kb. 2 hete, csak most jutottam el odáig, hogy össze tudjam vágni, tehát na mindegy, próbálok mindig napra kész vlogokat feltenni, már csak a félreértések elkerülése véget is, viszont egyszerűen nem volt időm vágni, ugye hallottátok, hogy mennyire
mennyire ilyen korságos heteink voltak, mindenki beteg volt, és nem volt időm összevágni. Viszont szerintem tök jó anyagok lettek, és nem akartam veszni, hagyni, úgyhogy ezért alakult így. Na mindegy, ilyet nem fogok csinálni legközelebb, mert borzalmasan követhetetlen volt már ez a sok nyersanyag, ami a telefonomon volt, és még van is egyébként, de azok most már így a napokba lettek felvéve. Mit találtál? Mi van? A gomb? A gomb. Tudtam. Tudtam. Na, úgyhogy megyünk Patrikot nézni, megiszom még a kis teámat, aztán indulunk. Van egy ötletem a zónával kapcsolatban, mert amúgy tökre hiányzik, és most már a Robit is bele tudnám vonni. Nem tudom, mennyire örültök, vagy nem örültök neki, ez még mindig egy csatornám. Te örülsz? Jó. Úgy csinálni belőle egy esti sztorit, hogy ti ezt másnap reggel megkapjátok. Tehát ezen gondolkozom, hogy ezt hogy lehetne megoldani, hogy amikor már alszanak a fiúk, akkor csinálni egy ilyet. Viszont ugye akkor már nem lehetne kávézni, mert most este 9-kor vagy 8-kor már nem tudunk nekiállni kávézni, hanem akkor ki kéne találni valami mást. Úgyhogy lehet, hogy a kávézóna marad kávézóna, és amikortól megint tudok majd reggel egy kicsit korábban kelni, mint ő, akkor majd lesz, és akkor estére meg kitalálunk valami ilyesmit. Van még egy csomó-csomó ötletünk egyébként, Robi nagyon belelkesedett, főleg az esküvős videó, mert ez viszonylag elég hosszú, tehát abból is tudnánk csinálni több részes történetet, mert elég hosszú a videó, és azt beszéltük, hogy tök jó lenne úgy csinálni, hogy együtt, úgymond, együtt megnézzük, és közben így sztorizunk. Viszont szerintem ti rájöttetek, hogy a Rubival nem lehet csak úgy leülni és sztorizni egy 20 percet, mert egyen meg imád beszélni, ami nem baj egyébként, én nagyon örülök neki, hogy nem egy ilyen tök sablon kérdez fel a lelkünklet, hogy igen, nem, a Mixbe ismerkedtünk meg, a Facebookon jött ő, szóval, hogy értitek, hanem jobban szereti így kifejteni a dolgokat. Én ezt imádom benne egyébként. Van, aki nem szereti, sajnálom, az akkor nem nézi meg a kérdezfelelek videókat, vagy amikor benne van a Robi. Sokat beszél, és sokat beszél a hasukba is, látjátok. Néha még ő is bevizi saját magát az erdőbe a témával kapcsolatban, hogy miről kezdtünk el beszélgetni. Nem is. Végeztünk, minden rendben van, Mac egészséges, minden a helyén van, és akkora is olyan is tökéletes, úgy, ahogy van, úgyhogy juhú! És még mindig Patrik, én csodálkoztam volna egyébként, hogyha valami mást mond a hölgy,
Na mindegy, úgyhogy megyünk haza. Yeah. Még a többit nem beszéltük meg, majd kitalálom még, nem tudom. Mert volt még valami, de most nem jut eszembe, hogy mi. Mi? Nem tudom. A nem jut eszemből nem jöttél rá, hogy nem jut eszembe? De hogyha olyan az idő, elmehetnénk hekkezni. Akár. Vagy elmehetnénk abba az olasz étterembe is. Hova? Hát elmehetnénk az Oké Itáliába is. Ah, arra is. Na, kitaláljuk, hogy még mi legyen. Robi, ilyenkor kap agyőérzést? Képzeljétek el, megjött az autónak a tulajdonosa, és még neki állt feljebb, mert hogy ő itt lakik. Kit érdekel, Móni, takarodj innen. Na mindegy, a Robinak a vlogjában mondtam az elköszönés előtt, hogy kitalálok majd valamit, amivel megköszönöm nektek ezt a rengeteg... Mi van, szívem? Olyan nagy szemekkel nézel. Megköszönöm nektek ezt a rengeteg köszöntést, és képet, és videót, amit kaptam a születésnapomra, úgyhogy már ki is találtuk, hogy mi legyen az, és annak a kellékeit szereztük most be. Köszönöm. Szalonfalat. Úgyhogy remélem, hogy nem sokára sikerül is ezt felvenni. Nem mondom el, hogy mi, aztán lehet, hogy ez a vlog később fog kikerülni, mint a meglepetés videó, és már rég láttátok a meglepetés videót. Mindegy, lényegtelen, nem megyek bele. Meglepi. Kész. Puff. Halljátok? Nem a mosogatógépet. Csönd, ami nem gyanús. Végre. Milán elaludt, hazaértünk, megevett majdnem egy egész üveg főzeléket, és elaludt. Paradicsomos krumpli tevet csirkehússal. Nagyon-nagyon szereti a paradicsomos bébi ételeket. Bármi, ami ilyen paradicsom szószos cucc, az jöhet, úgyhogy ez nagyon-nagyon szereti. Ő ezt beverte, és most alszik. A gyerekeket, meg apát, meg elzavartam ekkezni, ugyanis nagyon jó idő van, és egyébként is szerettem volna már valami olyan programra elküldeni őket, hogy csak apával vannak, már csak a regék szempontjából is, meg a Norbi szempontjából is, legyen egy kicsit külön a Milántól programja neki, így apával, mert ugye apa. Úgyhogy elzavartam őket hekkezni. Tudjátok, itt Kesszín van az a csurgóbüfé. Nagyon finom a hek, remélem, hogy nem lesznek sokan. Pont egyébként ehhez alkalmas idő van, mert nincs túl meleg, viszont süt a nap, úgyhogy nem fognak megfagyni se. Úgyhogy elküldtem őket. Én meg élvezem, hogy csönd van. Itt tudok a kanapén, és hallgatom a mosogatógépet. Úgyhogy majd jönnek. Egyszer. Visszajönnek. Én nekiállok videót vágni, mert porszívóznom kéne, meg felmosni, viszont szerintem, amíg a Milán alszik, addig nem fogok itt zajongani, aludjon csak, ameddig csak tud. Úgy szokott aludni, egész jól beállt már neki ez a délutáni alvás, hogy déltől ilyen fél háromig, mikor hogy húzza, addig szokott aludni, és akkor utána fel kell, kis Uzsi, egy kis ilyen pufit szokott kapni Uzsira, vagy gyümölcsöt,
általában inkább mindkettőt, gyümölcsöt is, meg pufit is. Van, amikor eszik egy kis kiflit, így uzsira, és akkor utána vacsira meg tápszer, de van, amikor annyira éhes, most így a délutáni ébredés után, hogy még főzeléket szokott kapni. Úgyhogy hát általában van egyébként, előfordult már olyan, hogy ébredés után még megevett egy ilyen 3/4 üveg főzeléket. Jó étvágya van a fiatalembernek. Na, nem is beszélek tovább. Élvezzük tovább, hogy csönd van. I have a thing for darkness, but you can see with your mind. Even when I have my doubts, you say your love isn't blind. So I can give you shelter, but am I a part of your goals? Jó ét, Milán! Pápa! Jó ét, kicsi E! Fél hét van, Milán alszik. Magic Baby. Feljöttem, gondoltam, nézek még egy kis sorozatot, viszont előtte van 1, 2, 3 három levelem és egy csomagom, ami kibontásra vár. Most már elég régóta. Csak ugye benne voltunk ebben a betegségi hullámban, amikor hozta őket a Robi, és utána meg lett volna időm kinyitni, csak nem videóban, viszont igyekszem és szeretném ezt tartani, hogy minden tőletek kapott levelet és csomagot videóba bontok ki. Általában mindenkinek szoktam írni, akinek megjön a levele, szerintem ez se sikerült most, mert hogy, bocsánat, nem három, csak két levél, meg egy csomag, mert ez a kórházból jött, ez a Milánnak a baba fotó, de ezért nem mutatom nektek, még amikor, amit a kórházba csináltak. Szóval van egy Déner Zoé Kira, van egy Szigeti Virágom, és van egy Kornélom, egy kockás Kornélom, remélem jól mondtam a neved. Ő küldte a csomagot, a másik kettő meg levélke. Nézd, mit hozott nekem a Robi. Várjál, hogy pörgessem így. Ez mind boríték. Miért kell nekem ennyi boríték? Hát azért, hogy legyen mibe visszaküldeni a parakártyákat nektek. Végre van borítékom, Robi szerzett egy csomót. Remélem, hogy elég lesz. Úgyhogy ennek is neki fogok ülni, remélem, hogy a hétvégén sikerülni fog, és akkor elkezdem szépen egyesével megcímezgetni őket. Egyszerre szeretném feladni mindet, mert őszintén szólva semmiféle időrendiség. Elraktam minden borítékot. Nem tudom, hogy ki melyiket mikor küldte, úgyhogy arra gondoltam, hogy egyszerre fogom elküldeni az összeset. Nem lesz egy laza kör, mert hogy rengeteget kaptam, tele van a parafal, viszont mindenféleképpen elküldöm őket, úgyhogy nincs elfelejtve, csak ez nagyon sok idő. Ez nagyon sok idő, ezt a sok borítékot megcímezni. Na de mindegy, megoldjuk. Oké, van egy ilyen nagyon szép lila borítékom. Németországból. Nincs rajta cím, akkor megmutathatom. Nagyon szép, gyönyörű szép lila. Déner Zoé Kira. Németországból küldte nekem. Nézzétek, van a hátulján ilyen kis... Ez ilyen... orba vertem magam a borítékkal. Ez ilyen kis csillámtett kúsi zébi jóhozé. Nem tudom, de nagyon cuki. Oké, na most akkor azt kell kitalálnom, hogy így hogy tudom ezt úgy összeeszkábálni. Így, mit szóltok hozzá? Itt kéne kávézónáznom. Oké. Engedj el. Oké. Nagyon szép ez a boríték egyébként, Kira. Vagy Zoé? Zoé vagy Kira? Kira vagy Zoé? Amúgy imádom azt a lány nevet, hogy Zoé. Nagyon-nagyon tetszik. Viszont... a rövid vezeték nevű miatt nem kerülhetett szóba, mert az Ex Zoé ez egy picit olyan túl kurta, vagy nem tudom, olyan kis picike. De amúgy nagyon-nagyon szeretem ezt a lánynevet.
Olyan szép ez a boríték. Oké. Okay. Kaptam egy teát. De brutális. Pest cukorka illatú. Ez szerintem erdei gyümölcsös teácska. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon finom illata van. Remélem, hogy az íze is ilyen pest cukorka ízű. Melyiket kell először, nem tudom. Közben nézem, hogy beszéljem, mert ugye ez már az új telefonom, és még nem nagyon ismertem ki mindenféle rigójáját. Oké. Okay. Kinyitom, és amikor kinyitod a levelet, és egyszer csak rántott hús. Azt mondja, hogy zsiráfkék, flamingó, kávézóna, Robi, gizdasort. Milán, panda, Móni, vlog, Bob, Niki, zöld emelzölte, a Juno, rántott hús, Manó, pink flamingó. És ugye mindegyik természetesen hashtagelve van. Nagyon szép, köszönöm szépen. Aztán van itt egy levélke. Ez ilyen izétól. Milyen toll az? Ilyen tintapatronos, tudjátok? De rég írtam olyannal, vagy nem? De, szerintem ez olyan. Oké. Okay. Szia, Niki! Ez az első levél, amit küldök neked. Bocsánat, közben egyébként ez a folyamatos beszélés. Odalent játszanak valami autósat, nem tudom, hogy micsoda. Ez valami versenyes, autóversenyes sztori van, és a Norbi egyfajtában beszél közben. Imádom a videóid, amikor megtudtam, hogy lehet levelet küldeni, azonnal elkezdtem gondolkozni, hogy majd mit írjak. Csak a sok tanulás miatt nem tudtam írni. Nagyon helyes. Első a tanulás, és a második is. És csak utána jön az összes többi. Mindig várom az új videód, és anyukám is mindig várja és nézi. Komolyan, anyud is néz! Puszi neki is! Nagyon tisztelek, hogy két gyerek mellett fordítasz időt a videózásra és a házi, videózásra és a házi munka mellett. Te lettél a család kedvence. Nem nyávogsz, nem vagy idegesítő, és a csatornád nincs tele promóciókkal. Nem is lesz. Soha, 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 szor mindörökké. Bocsánat a csúnya írásért, köszönöm, ha elolvastad. Léci, küldesz vissza dedikált képet, előre is köszönök mindent Zoétól. Természetesen, viszont Zoé, légy szíves, írj nekem egy címet, hogy hova küldjem, mert a levélen nincs rajta. Úgy léci, írj nekem Instám, vagy Facebookom, vagy e-mailt is írhatsz igazándiból, hogy tudjam, hogy hova küldjem a levélkét. Sok feliratkozót kívánok, és sok egészséget a családnak. Utóirat, a csomagban találsz egy teát, ami meggy és eper ízű. Meggy és eper. Akkor azért volt egy kicsit olyan erdei gyümölcsös illatú. Nagyon-nagyon finom illatú van, esküszöm, pesztcukorka illatú. Köszönöm szépen, Zoé, nagyon tündérbogyó vagy, és ez a Zoé, ez még mindig nagyon, annyira vagány név, rohadt jó, Zoé. Nagyon-nagyon szeretem. Oké, a következő Szigeti Virág, Kaposvár. Virág, azt hiszem, neked írtam, hogy megjött a leveled, nem? Csak akartam. Jaj, srácok, ne haragudjatok, vége van ennek az időszaknak, be van fejezve. Nem, borzalmasan el voltam maradva a vlogokkal is, gondolom leesett, mert ugye most sikerült kitenni júniusi vlogot, nem júliusi, igen, júliusi vlogot, és valaki írt is, hogy mint hogyha a mostani vlogban azt mondtam volna, hogy még nem tudjuk a nevét a babának, de hogy közben meg tudom, hogy Patrik. Igen, mert ugye egy kicsit el van csúszva a történet, azért írok oda inkább pontos dátumot, hogy mikor lett felvéve a vlog, hogy ez egy mikori vlog, mert nem csodálom, hogy egy kicsit belekavarodtok, egyébként néha én is, hogy most mit meséltem el, vagy mit nem. Néha én is elvesztem a fonalat. De be van fejezve ez, hogy hónapokat csúszkálnak a vlogok, mert ez tényleg követhetetlen, tehát ez borzasztóan idegesítő. Engem rohadtul idegesít, és szerintem titeket is. És akkor most majd jönnek a tök mindegy, milyen vlog legyen. Nagyon szeretlek titeket. Oké, okay, szóval Szigeti Virág, Kaposvár, gigantikusan hatalmas, nagy orbitális boríték. Imádom ezt a hangot. Hallgasd!
Jaj. Nem ezt. Az előzőnek jobb hangja volt, ilyen... Ja, egyébként a körmömben még mindig nincsen semmi. Még mindig nem jutottam el a Nikihez. Ah! Nyíj! Ki? Oké. Majdnem benne maradt a levélkön. Oké. Kukucs! Nincs benne semmi. Mire rakjuk? Levélke. Levélke. Szia, Niki! Nagyon régóta tervezem, hogy írok neked. Soha nem gondoltam volna, hogy levelet fogok írni, mivel a mai világban nem nagyon szoktak írni a fiatal, nem nagyon szoktak a fiatalok levelet írni. 14 éves vagyok, de mire megkapod ezt a levelet, már lehet, hogy 15 leszek. Igen, én is csak öregedni tudok. Pedig milyen jó lenne, ha visszafelé menne. Vagy ha visszafele is menne, igen. Én tök szívesen lennék újra ilyen Norbi korabeli gyerek, ilyen 5-6 éves, hogy csak a bujócska és a sarazás, és amit tudom én micsoda. Egyébként szerintem értelmileg ott is maradtam. Oké, bocsánat. Rátérve a lényegre, nagyon imádom a videóid, és a személyiséged is. Nagyon remélem, hogy egyszer élőben tudunk találkozni, mivel az első pár videóddal a szívembe zártalak téged. Az AIK-ról csak annyit, hogy... A logót az egyik barátom rajzolta, a szívet pedig én. A teák sárga dinnye, trópusi mangó, bio, pont, fahéj, alma, gyömbérszeg, fűszeg és fekete bors. Atya ég! Atya ég! Köszönöm szépen, virág! Igen, köszönöm szépen, virág! Nézem! Hú. Ez egy jól lakott pandamaci. Nagyon cuki lett! Kicsit olyan gumimacis pandamaci, de tök jó, nagyon király! Készítette Bán Hanna Barbara. Nagyon ügyes vagy, nagyon-nagyon szép lett. Tele van megint hashtagekkel. Norbi, Niki, Beckman, Morales, Milán Baba, Robi... Robi a láthatatlan. Na, ilyen hashtag se volt még. Uborkás tea, Mónika, zöld tea. Nagyon szépen köszönöm, nagyon cuki lett. Nagyon tetszik. Jaj! És még szökik is, ez él. Köszönöm szépen. Aztán, jaj, de cuki, készítette virág, nézd csak. Hát ez nagyon szép, köszönöm szépen. Kirakom a parafalra, és azon gondolkozom, hogy lehet, hogy holnap is vlogolni fogok. Na mindegy, a következő vlogban belerakom a parafalat, hogy most hogy néz ki, mert tele van. Oké, kérhetnék egy... parakártyát, nagyon-nagyon megköszönném természetesen. Küldök neked is, és a... Jaj. És a a Hanna Barbarának is. Igen. Egyébként ez tök vicces amúgy, mert a Hanna az a név, amit kiválasztottam a Patriknak, hogyha esetleg mégis kislány, de biztos, hogy fiú, de hogyha esetleg. Ugye a Norbi, az a Norbi Fanni lett volna, a Milán Luca, a Patrik meg Hanna. Úgyhogy természetesen küldök parakártyát neked is, meg a Hannának is. Azt a mindenségit, várjál Móni, van itt minden. Na, van itt egy csomó tea, ugye, amiket fel is sorolt nekem a virág. Van sárga dinnyés, aztán ez a biopont, amit a mondott, hogy ez ilyen, úristen, de jó illata van, karácsony, srácok. Aha, karácsony illatú. Bocsánat, nem olvastam el a levélnek a másik felét. Ilyenkor rakjatok oda egy nyilat, hogy hülye gyerek, a másik oldalon is van valami. Remélem tetszettek az ajándékok. Ó, majdnem elfelejtettem, van még egy dínos radír és egy delfines karkötő, amit én készítettem. Na most már értem, hogy miért mondjátok azt, hogy ne körmölj annyit. Vigyázzatok magatokra, egymásra, na meg persze a gyönyörű állatfarmra. Puszi, pacsi, sziasztok! Bocsánat, nem láttam, hogy átulján is van. Köszönöm szépen.
Várjál, szóval van dinnyéste. Igen, azt akartam megnézni, hogy a másik az milyen. Fahéj, alma, gyömbér, szegfűszek és fekete bors. Ez valami brutálisan jó illatú, srácok. Karácsony. Karácsony. Sajnálom, vége van az augusztusnak, nekem nem ősz jön, meg nem izé tavaszi szélvizet áraszt ősszel. Nekem nem a elhulló levelek és a izé és a hozé jut eszembe, hanem az, hogy jön a karácsony, srácok, megint, juhú! Utána megint megyünk januárba szülni. Dezsavűtök van, mit tudom, hogy dezsavűtök van nekem is. Szóval ennek valami brutálisan nagyon durva karácsony illata van. Aztán van, ezt nagyon-nagyon szeretem. Ez az egyik kedvencem a Pickwicktől, és egyszerűen nem értem, hogy miért nem csinálnak belőle külön dobozteát, mert én egyfolytában ezt innem, a zöld almáson kívül, meg a barackoson kívül, mert ez a trópusi, ez valami, nagyon-nagyon szeretem. Ja, és akkor van itt egy... Hozzáragadt a borítékhoz. És van itt egy mangós. Köszönöm szépen, a mangósat is nagyon-nagyon szeretem egyébként, úgyhogy teljesen, tökéletesen tutkerályos lett, mert a Robi meg nagyon-nagyon szereti a sárga dinnyéset. Igen, ha a Robi teát iszik, akkor neki dinnyés kell, úgyhogy... Szedfőzött. Fahéj. Karácsony. Nem sokára jön a karácsony. Csengo, csengo, csingilingo, fohágon. Na most az a helyzet, hogy az a csomag, de a következő, amit ki kéne bontanom, az a telefontartó most jelenleg, úgyhogy mindjárt... Jaj, bocsánat! Van itt egy dinós. Egy dinós radír, hogy mutatják? Így mutatják, tudjátok? És van itt egy... Júj, de szép! Egy ilyen karkötő. Egy kis delfinnel. Nagyon cuki. Köszönöm szépen! Nem tudom amúgy mennyire szoktátok figyelni a videóimban, de nagyon-nagyon-nagyon sokszor van rajtam az a karkötő, amit tőletek kaptam. Hol az egyik, hol a másik. Köszönöm szépen, Virág, az ajándékokat! Nagyon-nagyon tündérbogyó vagy, és neked is köszönöm, Zoé! Nagyon cukik vagytok, nektek is megy vissza a parakártya, amint megírtam az összes borítékot. Nem lesz egyszerű. És biztos lesz olyan majd, ami elkeveredik. Mindegy, lényegtelen. Ki fogok találni erre valamit, hogyha megérkezett a parakártyátok, akkor fotózzátok nekem le, és küldjétek el, hogy ott van. És akkor tudom, hogy te megkaptad. És akitől nem kapok fotót, az kap még egyet, vagy nem tudom, valamit kitalálok rá. Nem jó, mert ha azt mondom, hogy az kap még egyet, akkor senki se fogja elküldeni, mert kell neki még egy. Na, mindegy, lényegtelen. Majd kitalálok rá valamit. Boríték illat. Oké. Okay. Jó, ezt majd elolvasom, mert megint küldtek mindenféle ilyen érdekességet. Hú, itt valaki sztorizik közben. Na majd ezt mindjárt jól elolvassuk, Adriennek a kommentjét. Valami bográcsozós sztorit ír ilyen csapatépítővel kapcsolatban. Csak jó lehet. Imádom, amikor sztoriztak egyébként. Ja igen, és akkor van itt ez a kórházból jött. Mindjárt mutatom. Azt hittem egyébként, hogy ezt is ti küldtétek, aztán rájöttem, hogy nem. Nézd oda. Mennyit változott, nem? Nagyon durva ez a kis ember. És mennyi haja volt már ott is. És most mennyi haja van? Látjátok, már majdnem a szemébe lóg. Frufruja van. Mondjad, apa. Ez a telefontartó improvizáció, madafaka. Hozott egy albumot, ha-ha-ha-ha. Oh yeah, oh yeah. Szóval itt van Cornél gigantikus méretű dobozkája. Elég nehéz egyébként. Nem tudom, hogy mit küldött, de nagyon-nagyon cuki, és köszönjük szépen. Közben itt van velem szemben a Robi is, úgyhogy ő is látja majd mindjárt, hogy mi van benne. Igen, és én is köszönöm szépen előre is. Várjál, úgy kéne, hogy ne tépjem le a címet. Okay. Azt a mindenit. Na ezt nézzétek. Paradoboz. Robinak, Nikinek, Milánnak és Norbinak. Hmm. Bitch, please! Figyeld! Várj. Ez nagyon durva. Ez nagyon komoly. Az. Hát
Hát nem tudod kibújtatni? Ez ebben sose voltam jó. Úgy-úgy. Megy az. Az. Robi tiszta kíváncsi. Uh-huh. Hallom a hangját. Amerikáne. Wow. Várjál. Várjál. Kaptunk egy amerikai zászlót. Várjál. Nagyon cuki. Azt a mindenit. Milyen szép írás. Te írtad, menj már. Ez nagyon szép, ez hol? Te valamilyen szép író vagy? Vagy azt a... Ezt hogy? Ez nagyon durva, nem hallod? Sem. Hogy írsz ilyen szépen? Eredj már. Kicsit. Kornél. Kicsit rólam. Azt a mindenit. Szia, Niki! Először is nagyon örülök, hogy van lehetőségem írni neked. Körülbelül fél éve nézlek, és mindig várom, hogy legyen új videód. Örülök, hogy rátaláltam a csatornádra, és remélem még sokáig lesz lehetőségem belátást kapni a mindennapjaitokba. Ami megfogott benned, hogy milyen laza csaj vagy, és egyben egy nagyszerű anya. Mindig maradj ilyen másik oldal. Látjátok? Így kell, mert az előbb nem vettem észre. Kicsit rólam, 21 éves vagyok, és már 2 éve Angliában élek. Jelenleg egy kávézóban vagyok műszakvezető, persze nem ez a végső cél. Az elmúlt pár hónapban rengeteg csalódásért, rengeteg pozitív energiát tudtam meríteni a videóidból. Hatalmas köszi ezért. Remélem sikerül elolvasnod a kézírásomat. Remélem örültél a levélnek. Imádlak, és még sok vidit. Puszi Kornél. Beach please. Lélegző párna, paplanos paplan. Bambumbra. Ha van lehetőséged egy aláírásnak, örülnék. És van itt egy, nagyon szépen írsz Kornél, van itt egy panda. Ezeket a virágokat is te nyomattad? Nagyon durva. Nagyon szép. Látjátok? Nagyon kemény. Útmutató? Várjál. Oké. Akkor ezt ide félre rakom. Azt. De durva. Jaj, de szép. Nézzétek csak. Az ilyen hajba? Ez egy ilyen kis virág, ilyen kis csipesz van a... De ez oké. Ez szerintem ilyen dekoráció. Oh. Várjál. Nézem, csuki. Oké, ez nincs itt, de nagyon szép. Tök jó néz ki. Nézzétek. És van egy kis csipke pigyó. Ezt a hajadba is tudod csipkepni. Még akár a hajamba is bele tudom csipkepni, igen. Van itt egyszer egy ilyen. Nyami. Azt mondja, hogy... kávés, mi ez? Ez Oreo. Azt se találom. Kávés KitKat, van benne egy igen, mandulás barackos mindenki, rúzsaszín KitKat, ezt se találom, lehet, hogy én vagyok a kasú. Na mindegy, lényegtelen, ez egy ilyen oreós csokika, nagyon busztán néz ki, meg akarod kaptolni? Aha. Na náhogy! Milyen hülye kérdéseid vannak, anyám. Egy kicsit megolvad szegény, nem baj. Finom? Betesszük a hűtőbe. Aztán van itt egy rózsaszín KitKat, az itt van, igen. Ez Ruby Coca Beans. Nagyon finom, nagyon jó. Jó, finom, ízlik a Robinak az oreós tud. Ez rózsaszín KitKat. Ilyet talán egy hónappal ezelőtt láttam először, akkor vettem is a Robinak, milyen ízű volt. Nagyon finom volt. De milyen volt? Puncsos? Vagy mégis így milyen? Valami különleges íze volt. Nem tudtam mihez kötni nagyon igazából. Érdekes. Nagyon finom volt. Rózsaszín. Köszönöm szépen! Aztán van itt egy... Mandulás barackos műzli szelet, mert tudom, hogy imádod a barackot, de ezek nem csak a... De...
Ezek nem csak almás zöldteát, pikvik, de barackos csokit se esznek, hogy a gyász egye meg. Itt a műzliszelet. Köszönöm szépen. Aztán van itt egy teasers, így kell mondani? Mm-hmm. Ezt a Robi nagyon szereti egyébként. Mm-hmm. Amit szoktam venni karácsonyra, ilyen dobozos celebration, vagy mi az szősz, abba szokott lenni ilyen teasers, ezt nagyon-nagyon szereti. Az nagyon finom. Köszönjük szépen. Aztán, aztán van itt egy kicsker. Aztán mekkora. Nagyon durva, kávés, ha jól látom. Igen, kávés kitket. De hülye vagyok, itt van kávés kitket és oreós Cadbury. Uh-huh. Úgyhogy ott van, csak vak vagyok, mondom én. Ez nagyon brutálisan durva. Köszönjük szépen. Kemény. Nagyon kemény. Meg akarod kóstolni? Ezt most nem. Tegyük be ütőbe. Jó. Köszönjük szépen. Aztán van itt egy Jaj, de cuki. Egy mancsari, illetve kettő mancsarjáratos póló. Egyszer. Ja nem, ez nem a az Laci hozzá. Menj már. Ez nagyon... De ne költsetek már rá mennyit. Jó, Isten. Nagyon aranyos. Nagyon cuki vagy, Kornél. Köszönjük szépen. Mancsarjáratos szín... Nem, ez nem az. Mancsarjáratos együttes Milánnak. Ezzel szeretnék kedveskedni, bár sajnos az volt rajta, hogy 4 éveseknek biztos belenő majd, sajnos nem volt kisebb. Semmi probléma? De aranyos. Semmi gond, hidd el, bazi gyorsan bele fog nőni. Nagyon aranyos vagy. Köszönjük szépen. És egyébként tök jó, mert jó lesz majd a Patrikra is utána, úgyhogy... Eltesszük. Nagyon király. Oké, aztán van itt egy... Ő a... Hogy hívják? Ő a Chase. Igen, ide van írva, Niki, okos vagy. Ez egy ilyen ledes lámpa. Mancsori járatos színváltós éjszakai lámpa. Ezt a kis apróságot Norbinak szántam, remélem örülni ennek fog. Nagyon fog örülni. Amíg nem néztem a videóit, fogalmam nem volt, hogy mi ez a mese. Majd, hogyha gyerekeid lesznek, Kornél, várj csak, kívülről fogod tudni az összes mentőkutyát, az összes mindent. Akarod, ha nem. Ha lányaid lesznek, megszívtad, mert akkor a jégvarást fogod tudni kívülről. Ez de jó, ennek Norbi nagyon fog örülni. Ez egy ilyen kis világítós lámpa. Nagyon király, köszönjük okay. szépen, jó. Ennek nagyon-nagyon fog örülni. Aztán van itt teák Nikinek. Találtam neked 2 almás teát, alma körte, alma fekete áfonya. Ez nagyon jól hangzik. Még ilyet Magyarországon, nem láttam még ilyet Magyarországon, remélem ízleni fog. Másmilyen nem volt. Te, ez tökéletes. Imádom az almát, meg az alma meg a körte hibátlanul hangzik, és a mi ez fekete, igen, fekete áfonya, meg az alma meg még inkább, úgyhogy ez csak jó lehet. Köszönöm szuper. Szépen. Aztán van itt egy ilyen, hogy Crayola színező. A színező különleges papírból készült, a filcek csak a színezőn fognak, így nem fogják meg a tárgyakat, kezet, ruhát, utóirat, bár a platnival vigyázz, nem hőállóak. Jó, rendben. Nagyon cuki, ez meg egy színező. Hát ez nagyon-nagyon édes. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fog tetszeni a Norbinak, de biztosan élvezni fogja. Illetve nem fogja érteni, hogy miért nem fog máshol a filctól. Utóirat. Az biztos, hogy nem én leszek a grafikus a meséhez, de megpróbáltam rajzolni egy csészt. Szerintem tök jó lett. Tök jó lett, aha. Szerintem nagyon király lett. Nagyon megszerettem. Ezt tényleg te írtad? Nagyon durva. Egyébként szerintem itt még nem voltál bemutatva. Nagyon, amikor küldtél, nagyon megszerettem volna kóstolni a zöldelmes zöldteát, de ezek az angolok nem igazán isznak gyümölcsös teát, hogy rohadjanak ki puszikornél. Köszönjük szépen, figyelj, csak küldök neked vissza zöldelmes zöldteát, hogy meg tud kóstolni, jó? Borzalmas, annyira gyönyörűen írtál, hogy ez egyszerűen hihetetlen. És pasi létedre olyan szép csomagot állítottál vissza, hogy a kalappal. Egyrészt az összeválogatott dolgok is nagyon-nagyon tündéri vagy. Jók és változatosak, meg hát maga a csomagolás. Nagyon cuki vagy. Tényleg le a kalappal előtted. Hát meg ez a doboz. Azért mondom, hogy a csomagolás is hihetetlen. Magáért beszél, úgyhogy nagyon...
Köszönjük nagyon szépen. Kedves. Hát nagyon szépen köszönjük, ez egyszerűen tényleg nagyon, nagyon durva. Ezt a pincet meg külön köszönöm neked. Ezt nyugodtan oda lehet adni a Norbinak. Végre egy olyan filc, hogy nem fog mindent összefirkálni. A falat, a bútort, a padlót, a konyhaszekrényt, az ajtaját. Igen, igen. Igen, az a baj, jó, mondjuk egyébként most már nem firkál. Nem, mert... viszont amikor a pulton színez, az utána látszik. Ja. Azutána látszik. Igen, mert nagyon nem érdekli, hogy hol van még a papírnak. Igen. Meg mindig azt mondja, anya, de elcsúszik a papír, meg elmászik. Na várjál ezt, akkor levisszük a hűtőbe, jó. Nagyon szépen köszönöm nektek, neked is Virág, és neked is Zoli, és neked is Kornél, nagyon-nagyon édesek vagytok, köszönöm szépen ezt a sok mindent, amit küldtetek, nagyon-nagyon drágák vagytok, nagyon megy vissza a parakártya, most már van borítékom, úgyhogy most már szépen elkezdem őket írogatni. Annyit szeretnék kérni, hogy aki kap postán parakártyát, fotózza le nekem, és küldje el léci, hogy megérkezett, hogy tudjam, hogy ott van, és meg azért is, mert szeretnék majd belőle egy ilyen összeállítást csinálni, így összevágni, hogy mindenki megkapta a kis kártyácskáját. Úgyhogy tudom, hogy nagyon sokat kellett rá várni, de ne haragudjatok, bocsánat. Bocsi. Az a helyzet igazándiból, hogy mindig elfelejtettem a rohadványos borítékokat, és igen, már rég nálatok lehetne. Igen. Ezért szégyellem is magam. Egyébként csúnya rossz Niki. Most már átteszem magam szerintem ilyen alvó mancsőrjárat, alvó őrjárat. Nézek még egy kis sorozatot szerintem, meg eszek valamit, aztán alvás. Holnap megyünk Laurához, aztán utána a Szabinához, befesti a hajam, mert Roland nyaral. Lehet, hogy holnap is vlogolni fogok, fogalmam sincs. Egy biztos, hogy ezt a mai vlogot lezárom, mint a stól annó, tudjátok, a való világban. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozunk a következő videóban, hamarosan, nem sokára, puszi, pacsi. Sziasztok! Sziasztok! Oh. Van egy fiú, úgy hívják, hogy Kornél, és ő ezt Angliából küldte neked. Angliából küldte neked ezt is. Igen. Meg ezt is. Meg ezt is, csak ezt kiesett a dobozból, mert pancser vagyok. Pancser vagy? Ó, de jaj, de ez egyszerű. Mirahoz le azt küldenek, hogy nagyon szép. Nagyon szép lett, köszönöm. De cuki vagy!